Szia! Mit keresel itt? Szabad napot kaptam. Gondoltam, lehúzhatnánk az akasztott ember folyóhoz. Aztán sörözhetnénk. Persze, csak van egy kis gond. Nem, gondoltam rá, az egyik haver kölcsönadná a mociát. Luke, arra nem gondoltál, hogy esetleg nekem dolgoznom kell? Épp ezért jöttem át. Ha segítek, hamarabb végzem. Persze, csak hogy 2 tucat bálát kell lepakolnom, majd bevinni a csikót herélésre, és a többi lónak megvizsgáltatni a fogát. Akkor vágjunk bele. Hát nem segítesz? Azt teszem, azt. Jody! Ne árasd így a traktor motorját, még a végén sebességbe kerül, és könnyen elüthet. Nem, az én hibám, én mondtam, hogy járassa. Azt mondta, egy kicsit zörög a motorja, talán a hűtővízzel lesz gond. Ezt én is megnézhettem volna. Emiatt nem kell ide rángatnod Luke-ot. Tudod, amúgy is erre jártam. Igen, és Stevie azt mondta, hogy nem kell téged zaklatnunk. Egyáltalán nem bánom, bármikor szólhatsz. Ha te mondod... Ó, egek, ez tudja, hogy test fülébe jut. Ugyan, nem csináltunk semmi rosszat. Nick talán másképp gondolja. Megváltoztál, mi? Mert megnősültem. Azt hitted, hogy minden a régi marad. Azért nem minden. Nick, mondd csak. Milyen érzés? Fantasztikus. Arra mérget vennék. Egyetlen pasi csupa nő között. Nem, ez eszembe sem jutott. Tudod, hogy zsírszegény te és mink van mindenütt? Külön krémet kennek a szemükre, az ajkukra, a nyakukra. Most hülyéskedsz. Akkor azért olyan dögösek. Szerencsétlen 5 percenként megjelenik. Sandra még mindig a nővérénél van. Sandrának nincs is nővére. Eltarthat egy ideig. Fogadok, hogy megint vacsorára hív. Azt tudti. Fiúk, van kedvetek nálam vacsorára? Bocs, Harry, nem megy. Sajnálom, de programon teszel. Merv Richards holnap a Droversre látogat. Beszoríthatnám hozzátok az egyik csikómat? Miért nem hívod át magadhoz? Egy lóért nem éri meg a fáradtság. Nem, persze, hogy nem. Mióta kijelentetted, hogy többé a lábát sem teheti be Killörnibe. Bármit terjesztek elő a Farmer tanácson, ő ellenzi. Ő akar a helyemre kerülni. Kizárt, hogy munkát adnék neki. Pedig ő a környék egyetlen állatfogásza. Attól még nem kell üzletelnem vele. Akkor beveszitek a csikómat, vagy sem? Előbb meg kell beszélnem Tesszel. Egy család vagytok, biztosan nem bánná. Nem. Akkor később átviszem. Hé! Mit csinálsz a dróttal? Nick szerint így sokkal tartósabb lesz. Tényleg? Jaj, nehogy félreértsd, egy szót se szóltam, de oda jött hozzám, még pénzt sem kért a drótért. Azt is hozzátette, hogy tovább tart megcsinálni. Így semmi értelme egy átmeneti kerítésnek. Talán, ha említetted volna, hogy átmeneti... Azt gondoltam, hogy egyértelmű. Biztos, hogy Nick csupán a tapasztalatait akarta átadni. A legfontosabb, hogy mindig hallgass az előjáróidra. Most kezdheted előről. Ez remek. Hello, Droversen? Nem, Nick nincs itt. Nem a titkárnője vagyok. Igen, a felesége. Hogyne. Jó, igen. Igen, szólok neki. Rendben, köszönöm. Viszlát. Jól van. Lepakoltam a bálákat, a csikó bent van herélésre. Szerintem remek munkát végeztem. Hogyne, én is. Ha Nick mond valamit Luke-ról, tényleg zörgött a traktormotor, és nem, csak hülyeskedtünk. Téged is ellenőrizgetett? Miért? Mit csinált még? 2 rossz kerítést húzatott ki. Biztos csak segíteni szeretett volna. Tudom, de nem végezhetem rendesen a dolgomat, ha ellent mond nekem. És én sem, ha úgy érzem, utánam kémkedik. Nem, persze, hogy nem. Talán leszögezhetnénk egy szabályban, hogy ki a főnök. Hogyne, majd beszélek vele, amint visszatért. Igazad van. Mindjárt megkeresem, és megbeszéljük. Hello! Épp most indultam, hogy megkeresselek. Pár is hiányzom. Ó, persze, és meg kellene beszélnünk valamit. Jó napot, Mrs. Ryan. Ellenezzük az indítványt. Köszönjük, tesz, hálásak vagyunk. Nem hagyhatjuk, hogy elmaradjunk az infrastruktúra terén. Ezt neked is meg kellene érteni. Ez lenne a bemelegítő a bátokkannázáshoz. Nem, 3 üzenetet is hagytam, hogy itt tartjuk a tanácsülést. Még nem hallgattam meg, azt hittem, neked szólnak. Dehogy, Neil felesége beteg. Harry nem akarja, hogy Sandra felől érdeklődjenek, így átjöttünk. Ugye nem bánod? Dehogy, ez már a te házad is. Kösz. Szia!
Jól van, csillag. Vigyázz lélekre a kedvemért, és magyarázd meg neki, hogy nem nagy ügy, ha elveszti a golyóit. Úgy gondolod? A helyében átugranám a kerítést, és futnék. Ezt tedd el, Léci. Igyekszem vissza, ahogy tudok. Nem mehetek veled. Luke, fél tucat lovat kell beterelnem a Bolond Jackről. És az a lényeg, hogy segítek, hogy előbb végezz. Léci, a szabad napom nem tart örökké. Hiszen nem is tudsz lovagolni. Ha csak ez tart vissza minket a motorozástól, hidd el, nekem nagyszerűen fog menni. Ó, hidd el. Nem fog. És jövök, amint tudok. Gyerünk. Mivel kínáljuk meg őket? Neil felesége mindig lángost süt. Kekszel? Voilà! Nescafé vagy valódi? Jó lesz a Nescafé, nehogy sokáig maradjanak. Nem kell ott lenned. Majd én képviselem Drovers, tudom, hogy mi a jó nekünk. Igen. Tudod, ami azt illeti... Amikor egy pásztorkutya az egyik irányba terel, és jön egy másik, aki a másik irányba tereli a birkákat, A birkák összezavarodnak. Roy és Turbo megint összeakaszkodtak. Nem erről lenne szó. Ismered a kifejezést? Mi casa, su casa? Nem igazán. Spanyolul azt jelenti, az én házam a te házad is. De nincs megfelelő forma az én farmom a te farmodra, és erre szerintem alapos okuk volt. Tehát Jody megsértődött a traktoros ügy miatt. Nem csak Jody panaszkodott. Tudod, nálunk a megszokott mederben folynak a dolgok, és... Nem, mintha nem értékelnénk a véleményedet, de sokkal könnyebb lenne, ha... Ha megtartanám magamnak. Ismered a mondást, ha túl sok a szakács, és amúgy is lefoglal kilőrni, és... Megértettem, Tess. Egész biztos? Mika helyettesem innen átveheti. Még egyszer köszönjük. Mi történt, apa? Harry fogja a botját, és hazamegy, mert leszavaztuk a Kelly út időre. Ha a társaiddal nem lennétek olyan maradiak... Azzal csak te járnál. Az út átmegy egyenesen kilörni. Unjuk már, hogy elnökként mindig a saját érdekedet tartott szem előtt. Hogyan már, Murph? Tudom, hogy pályázol a címre. Miért nem terjeszted elő szavazásra? Mi értelme? Te majd szavazatokat veszel, ahogy mindig. A helyedben óvatosabban vádaskodnék. Gyere csak, Nick. Tudja, hogy nem kap elég szavazatot. Akkor hozom a csikót és visszajövök. Nem is tudja meg, hogy nekem dolgozott. Ő Luke a kamionos pihenőből? Igen. Remélem, jobban ért a kocsikhoz, mint a lovakhoz. Azt mondták, ne ártsam bele magam. Biztos, hogy az asszony nem enged el az apáddal vacsorázni? Sajnos ma nem megy. Jobb, ha ügyelsz rá, ki legyen a főnök. Persze. Látom Sandránál, ez jól bevált, apa. Szia! Ah!